Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket a zen egynapos változatán. Én azt érzem, hogy még gyűszűből is néha érdemes írni vörösbort. Manapság szeretünk mintát venni mindenből. Ez a minta, ez nem érték nélküli, viszont nagyon kevés. Ahhoz elég, hogy biztonságban érezd magad egy templomban. Megismerd a zen meditáció alapjait, és talán ahhoz is, hogy ha már volt korábbi gyakorlatod, vagy egy nagyon nyitott lélekkel jöttél ide, mondjuk megoldatlanságok, traumák miatt, akkor ez számodra jelentsen valamit ez a nap. De ahhoz, hogy mélységében megismerd, ahhoz több erőfeszítésre van szükség, bár tudjuk, hogy minden úton a kezdet az az első lépés. És mi igyekszünk ezt az első lépést számotokra megkönnyíteni, lehetővé tenni, hogy egy minőségi tisztább tudattal éljünk. Hogyha ez irányban van bármiféle kérdésetek, hogy ezt hogy, vagy hogyan ne, akkor azt most nagyon szívesen megválaszolom. Üdvözöllek, Szunim! Szia! Szia! Zoltán vagyok, elsőnek vagyok itt, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. És egy olyan kérdésem lenne, hogy gyerekkoromtól észrevettem, hogy általában, hogyha felébredek, így álomból, vagy megébredek, de már kicsikoromtól koromtól. Kicsit agresszívabban, vagy csúnyában szólok bárkihez, aki körülöttem van. Rögtön ébredés után. Szinte, után? mint egy agresszív kis azt nem úgy, tehát nem egyből, csak hogyha valamit hozzám szólnak, és úgy szólnak, akkor én azt azonnal rossz indulattal. Mindig? Nem mindig, de sokszor van ilyen. Gyerekkorodtól? Igen, 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 igen. Hát, ha így bírod a kérdezést, akkor már sikerült tolerálni egy csomó minden. <laughs> <laughs> igen. Egy éve találkoztam az ennel, gyakorolgatom reggelente a meditációt, és szerintem nagyon sokat javított ezen. De napközben is egyébként, főleg, hogyha támadó jellegűt kapok, akkor úgy viszonyulok visszafelé is. Na most ez rengeteget javult, ennek egy örülök, én legalábbis érzem, hogy javult, de hogy mitől lehet ez, vagy vagy milyennek az oka szerinted, és hogy tudom ezt még jobban javítani, hogy ilyen tényleg jobb legyek. Köszön. Nem aludtál eleget. Amikor nem alszik az ember eleget, akkor morcos, amikor fölébreztik. És én emlékszem, hogy engem a szüleim nagyon-nagyon lágyan ébresztettek föl, nagyon finoman, ezért szerettem fölébredni, és sohasem szóltam durcásan vagy durván senkihez sem ébredés után. Amikor Éppen fölébredünk, akkor az elmének a rutinjai még nem indultak be. És egy csomó korábbi érzelmi karma az ott ordít, amíg a kontrollt rá nem teszed a tudatos énnel. És innentől kezdve a mantra praxisnak elképesztő nagy szerepe van. Ilyen esetben én mindig javaslom, hogy elalvás előtt valami együttérzés mantrát tessék az archetípusok éjszakai birodalmába beküldeni, hát ha jobban ébredsz. Na ezért van hatással így a meditáció, nem csak rád, másokra is, mert amikor te meditálsz, akkor nem csak nézed a köldöködet, egyébként nem azt nézi még a józen gyakorló sem. Nem csak azért, mert nem látja, hanem azért, mert felesleges. Befelé nézel, úgyhogy köldök fókusz van, tantien fókusz van a lélegzeteddel. Visszatérve a témára, a meditáció egy nagyon érdekes dolog azért, mert szerintem az emberiség tudati fejlődésének egy meghatározó több ezer éves szakasza. És amikor befelé fordítod a figyelmet, befelé fordítod az energiát, belülre kérdezel, akkor elkezdesz a tudattalamban rendet csinálni. Sekélyen vagy mélyen, jól vagy rosszul, fájdalmasan vagy kellemesen, most ez mindegy. De onnantól kezdve, hogy te feltettél egy kérdést belül, vagy beküldtél egy mantrát, már a lényed megváltozott, már a lelked tudatosabb. És ezért van dolgunk. Tehát, hogyha gyakorlunk, akkor a pszichénk egészségesebb lesz, miután levetette terheit, megjárta a saját poklát, és letisztult a saját illúzióitól. Ez nem jön könnyen. Ennek meg kell fizetni az árát. És éppen ezért szoktam mondani, hogy igen, hallgassd a tanítást, olvasd az én könyveket, ha érdekel, de a csokigyár az nem édes. Aki ezzel tisztában van, az kezdett felnőtt módon gyakorolni. Aki még mindig azt várja, hogy a csokigyár édes legyen, hogy itt csak kellemes tapasztalat legyen, és ne kerüljön szembe lehetőleg önmagával, csak egy kedvezőbb önképpel, az mindenképpen csalódni fog rosszul fog csalódni. Ha jól csalódsz, fölébredsz. Ha rosszul csalódsz, újabb illúziókba keveredsz. A gyakorlatnak tehát az a dolga, hogy a tudatos és tudattalan énedet egyaránt megtisztítsa, sőt, megmutassa az én eredetileg nem létező voltát, ezáltal az épített, a létrehozott voltát. És ekkor a mantrapraxis leborulás például reggel, mielőtt párkihez szólnál, ilyen szúrósat, buddha előtt leborulsz, és rögtön ellágyulsz egy kicsit, és na, milyen gyönyörű nap, és felkelt a nap, és köszönöm, hogy ma megint egy újabb nap van ebben a naptárban, és hogy fölkelt a napocska, és vannak sugarai, és engem melegít, meg még 8 milliárd humanoidot, akiket nem szeretek, de mégis elvisselek, mert engem sem szeretnek egy csomóan, és mégis elviselnek. Szóval lehetnek olyan gondolatok, amelyek segítenek, de a gondolkodás előtti tudat, a dualitás előtti tudat, az még nagyobbat segít, mert teret ad, tükröt tart. És ezáltal döntési lehetőséged van, hogy most megszólalok, vagy sem. Iszonyú tapasztalat, amikor elvész a tükör, és a karmád ilyen automata így bele a sziklafalba, vagy a mocsárba. És akkor mi volt ez? Hát, barátom, ez is te voltál, csak eddig nem láttad magad ilyen oldalról. Na, ezt el lehet kerülni. Meg lehet óvni. Ki lehet belőle venni az energiát? Uram, bocsá, ki lehet belőle venni az azonosulást? Akkor leszel jobb ember, más ember. Úgyhogy álomban, vagy ébrenlétben, jártunkban, vagy nyugtunkban, folyamatosan, megállás nélkül, mi ez? Csak a látsz. Köszönöm szépen. Szívesen. Következő kérdés? Sziasztok, Adri vagyok. Először vagyok itt. És azt szeretném kérdezni hogy az elvonulásokkal kapcsolatban, hogy van-e valami rendszer benne, hogy a, mondjuk a kezdő elvonulás követően hogyan lehet tovább haladni az összes többire? Van-e valami feltétel, aminek meg kell felelni, vagy csak úgy. Jó hírem van. Van rendszer. Igen. És mi az, ha megtudhatom? Jön a középhaladó elvonulás a kezdő után. Utána a haladó, utána megint a kezdő. Igen, a kérdésem, akkor, akkor pontosítanám, hogy ö, esetleg a kezdőt lehet, hogy sokszor kell járnom, hogy a középhaladóba átjussak? Nem. Elég egyszer egy kezdőre eljönni, és hmm. utána, ha úgy érzed, jöhetsz a középhaladóra. De ezt te döntöd el. Itt a zenben mindenki kezdő. Tudod, miért szeretem az egynapos zeneket? Mert iszonyú őszinték a kérdések. Még nincs ez az idült, felrakott zen, elmélet, vagy más izmus, amit magára kent, és akkor abból kérdez. Itt még magadból kérdezel. És ez nagyon jó. És később azért kell visszatérni a kezdőkörbe, hogy te lehásd magadról azt az identitást, hogy te milyen jó zengyakorló vagy. Hát ez valami tragédia. Na ezért kell visszatérni a kezdőhöz. És nem úgy, hogy akkor visszatérünk oda abba a formába, amit nem szeretsz, hanem mentalitásban visszatérni a kezdéshez úgy, hogy a forma közben halad. Tehát, amikor ugye Sönnyű Suzuki Roshi megírta azt, hogy zen szellem kezdők szelleme, akkor akkorát segített az összes ilyen gyakorló karmán, hogy szóba foghatatlan. Tehát örök hála neki, és minden mesternek, akik azt mondták, hogy nincs olyan, hogy haladó. Olyan van, hogy mindenki kezd, és mindig kezd. Ettől a forma lehet kezdő, közép, haladó, haladó, 90 napos egyebek, de a mentalitás az nem olyan, hogy majd én, majd én haladok. Hát pont ezt az ént kéne elveszíteni valahol, és akkor haladunk, de azt már nem veszük észre, csak azt veszük észre, hogy az ég egyre kékebb, a fű egyre zöldebb, egyre jobban tolerálom a másik embert, egyre kevésbé lehet engem megsérteni, egyre kevésbé provokálható leszek, stb. stb. Ez az, amit észreveszünk. Tehát a szenvedés megszüntetését és az úton való haladást, ezt észrevesszük, magunkat nem minősítjük. Tudom, hogy úgy tetted fel a kérdést, mint az elvonulások fokozatain való haladást, viszont felhasználom ezt a nemes gesztust arra, hogy egy másféle szemléletmódot tanítsak, mint az ilyen egytől tízig a szintek, és megfizetjük, és haladunk, és egyre többet, egyre jobbat, egyre gazdagabbat, egyre pozitívabbat, és utána körülnézel két év múlva, és egy ilyen borzasztóság az eredmény. Jó? Tehát bármelyikre jöhetsz, a megfelelő ugye, fokozatban, de mindig kezdünk. Köszönöm. Szívesen. Van-e olyan, hogy a, a tanító uh, intrikusan vagy bántón válaszol bármilyen kérdésre? Állandó jelleggel. <tos> <tos> és hogy ez, ez, uh, de most ez, ez normális? <coughs> nem. Tehát a tanító általában nem normális. És ez most attól függ, hogy én veszem a bántásnak, vagy, vagy ez az ő karmája, hogyha bánt direkt? A tanítónak nincs karmája, ezt tudhattad volna. És mindig te ez sértődsz meg. Bántas, nem. Persze, mindig te bántódsz meg. Uh -huh. Ennyi a válasz? <laughs> Na végre, végre valami mocorog! Tehát beindult a bullshit detektorod, és végre mocolog valami. Nagyon örülök, hogy észrevetted a lehetőséget. Menj egy olyan helyre, ahol megbízol a tanítóban, és kész. Azt, hogy neked most mi fáj, mi nem fáj, ez mind ebben a bizalomban dől el. Hogy néha fájdalmat okoz, de bízom benne, hogy még ez is előre visz. Különböző tanítóknak különböző karmája van, és nem erre kéne figyelnünk, mindaddig, amíg a darmáját be nem árnyékolja. A darmára kéne figyelnünk, akkor azt el tudod sajátítani. Volt egy ilyen mondás nálunk, mert hát ugye a tökéletesség az nincs, csak optimum, hogy vidd el a darmáját, hagyd ott a karmáját. Csak akkor haladsz az úton. De olyan tanítót te ne várjál, hogy tökéletes lesz, meg pont olyan, amilyennek te szeretnéd, meg hogy nem lesz baj. Nem. Látod, hogy a hagyomány milyen irányba megy, és ha megbízol a tanítóban, akkor mész te is abba az irányba, mint a tanítványi közösség. És aztán jönnek a buktatók. És akkor kell megbízni a tanítóban, hogy elmondod neki a problémádat, és kapsz egy megoldást, és ezt követed. Ha nem, akkor mennyi onnan, és de capo a fine. Miért van az, hogy korábban leültem, és történt valami, és most leülök, és sokszor semmi, de semmi. Annak körüljé. Amíg mindig történik valami, akkor a mozivászon az állandóan mozog és mindig úgy tűnik, hogy valami film rajta van. Akkor minek ülök? Miért ülsz? Na, elmondok egy történetet erre. Szubong zenmester, nyugodjon békében, Szungszán zenmester legjobb tanítványa volt így. Hát nagyon sokan nagyon keményen gyakoroltak. Elképesztően inspiráló volt az öreg. És hogyha vele éltél, ugye a zenközpont fedele alatt, akkor imperatívus is volt rendesen. És nem azért, mert megmondta, hogy mit csinálj, hanem azért, mert ő csinálta. És hogyha ő csinálta, akkor te is csináltad. Ez ilyen nagyon egyszerű hatás volt. Subong zenmester egy száznapos elvonulásra elment Amerikába valami hegyre, ilyen Sierra. Van elég belőle, sziklás egység környéke. A legközelebbi telefonfülke olyan 10 x kilométer járásra volt. Tudod. És a száznaposon általában három héttel a kezdés után és három héttel a befejezés előtt ilyen kis karmikus átmenet van, ez általános tapasztalat, ez nem csak nála volt, ez mindenkinél, aki száznaposat végzett, és mindegyiknél, ha többet csináltál. Hogy ez az átmenet durva volt, vagy finom volt, ez a karmádó múlt. Szubong Zemmester, aki tényleg már azért nagyon tudta, hogy mit kell csinálni, és minek nem kell hinni, felmegy a hegyre, az első három hetest azt így, hú, így viszi át, mint a bajnok a célszalagot. Viszont a vége előtt három hétten, amikor már tényleg nagyon jól ment, már utazó magasság több ezer méteren tiszta, kék ég, egy darab felhőse, akkor ő elkezdte magát így kérdezni, hogy jó, hát ezt én ugyanúgy be tudom fejezni most is, meg három hét múlva is, ez ö, nekem már nagyon sét a mi a frásznak töltsek itt még három hetet? Mikor tudom, hogy ilyen lesz? Én már ismerem magam, meg az ent is meg a darmát is, és akkor lesétált 16 kilométert, felhívta szungszen a szungszen zenmestert, még a kovó telefonfülke, 80-as évek elejét írjuk, és felhívta. Zenmester, így és így érzem magam. Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindenre meg vagyok elégedve. Miért fejezzem be az elvonulást? És a szungszen először idézem angolul, a hűség kedvéért, aztán lefordítani. For all beings! És lecsapta a telefont. Minden lényért. Puf. Tehát az, hogyha te neked karmád van, és mocorog, vagy nincs karmád, és nem mocorog, mindegy. Valójában a minden lényért gyakorlunk, és minden lénynek a tudatát segítjük azzal, hogy gyakorlunk. Éppen te benned mi zajlik? Lényegtelen. Egy idő után lényegtelen, kb. két-három év, amíg a mélyét is kitakarítod, ha rendszeresen gyakorolsz és jársz elvonulásra. A saját problémáidat igenis magad mögött tudod hagyni, igenis fel lehet hagyni az önsorsontással, fel lehet hagyni az életrend hiányával, fel lehet hagyni az állandó problémagyártással, ezt mind meg tudod csinálni. És eltelik egy-két há év, és jól vagy. És akkor megkérdez, ugyan már miért? A családodért? A népedért? össztársadalomért, az emberiségért, és ez nem vicc, tehát ez nem pusztán ilyen kis motiváló mondat, hogy jó, hát akkor megsimogatom a kis zen buksidat, és azt mondom, hogy minden rendben van, de azért még ezért, ezért, ezért. Nem. Nézd meg, hogy a tudattalan hogy működik, tudatosan azt hiszed, hogy ilyen külön álló lények vagyunk, és minél mélyebbre mész a tudattalan rétegebe annál több közöset találsz, és a legmélyebb az a legközösebb. És amikor gyakorolsz, akkor ez az egész lefelé is megy. Tehát általános tapasztalat, hogy akik elvonulásra járnak, azoknál a családi élet elkezd úgy javulni, hogy a család többi tagja nem gyakorol. És nem rögtön. Az elején van egy ilyen lefelé menő rövidebb időszak, amikor a család karmája a kis tudattalanokból előjön a vacsora asztalnál és üvölt. És hogyha tovább gyakorol az illető, akkor egy-két hónap eltelik, és akkor így alább hagynak ezek a hullámok, és onnantól kezdve már fölfelé megy. Tehát a vastagját ki kellett ereszteni. És a többiek nem tudják, hogy ez mitől van. Csak a gyakorló tudja, hogy ez mitől van. Ez nem csak az ennél minden transzcendens ösvénynél, ahol tényleges gyakorlás folyik, ez működik. Úgyhogy minden lényért gyakorlunk, és ha benned ez már annyira rendezett, akkor egy-két köbméter karmát nyugodtan magadra vehetsz, és akkor azzal szaladgálsz, és az a jó edzés, ugye? Mond. De én szó sincs róla, hogy jól vagyok, tehát saját De megoldatlanságaim... miért? Hát ez egy gyakorlat annyira hatékony, hát legyél jól. Saját megoldatlanságaimat szeretném megoldani, de ha ülök minden érző lény akkor is akkor is, sőt, akkor leginkább a saját megoldatlanságaid, akkor tudnak a legautomatikusabban, a legtermészetesebben a helyükre kerülni. Tehát az elmeműködés működés spontaneitását visszaadni, egy hatalmas művészet. Tehát amikor az elme ilyen akaratbeteg módon működik, akkor a többezes pazolt kiönti az asztalra, és ezer kézzel próbálja megrendezgetni, hogy itt vannak a szélek, a fehérek, a szemek, a különböző... Ez is így, megpróbálja így összerakni pillanatok alatt, és egy hiányzik, összerombolja az egészet. Megint több ezes puzzle indul újra. A zen, vagy bármilyen intuitív út, az nem ilyen. Ahhoz hasonlít, mint amikor a puzzle a dobozát így feldobod az égbe, és szép, lassan egyenként jönnek le a puzzle darabok, és ha nem nyúlsz bele, akkor mindegyik a helyére esik mindegyik, csak figyelni kell az asztalt, és az asztalról nem mozdul el a tekintet. Itt vagy a pillanatban, és figyeled a gondolataidat és az érzelmeidet, a múlt jelen és jövő képzetét, Ha tudatban kialakul a téresség, a tükrösség, és akkor ezek a puzzle darabok, a karmádnak a repesze darabjai szépen elkezdenek a helyükre kerülni. Ezt hívja a több hagyomány is a látás általi megszabadulásnak. És itt a nem cselekvés az gyönyörű, a nem dualizálás az a gyönyörű is. Számos egyéb minőség következik belőle. Úgyhogy ezt érdemes gyakorolni, hogyha neked van problémád, ha pedig másoknak van problémája, akkor meg ugyanezt. De ha megvan a megoldás, akkor azt a minden nap életben meg kell valósítani. Tehát a meditációban nem cselekvés van. A minden nap életben cselekvés van. A meditáció nem mozduló, nem keletkező és nem megszűnő tudatállapot. A mindennap élet a mozgás, a teremtés, megtartás, megszüntetés művelete. Nem szabad összecserélni a kettőt. De valójában az emberi tudatban e kettőnek a gyökere egy. Egy és ugyanaz. Ha azt mondod, hogy ez nem mozduló, Hiba. Ha azt mondod, hogy ez mozduló, hiba. Mi ez? Na, még egy kis gyakorlás mindenkinek, és akkor rájöttek. Egyéb kérdés? A zen kapcsolattal hogyan tudjuk a hitünket a legmagasabb szintre tenni? A zen kapcsolattal? Az milyen? A zen kapcsolat. A zen mesterrel magyarul. A zen mester? Az Igen. milyen? arra akarok kiukadni, hogy a zen az egy, az egy ember? Ember vagy? Én igen. Akkor a zen is ember. Tehát akkor a zennel hogyan tudjuk a hitünket megnövelni? Miben szeretnél hinni? Magamban. Ki vagy? Vagyok, aki vagyok. Ezt idézed? Kozák Robert. Ez a neved. Mi viseli azt a nevet, hogy Kozák Robert? Hát a vezeték nevem és is a van? Világos. Ha jól hallottam, a vezeték neved a Kozák, a keresztneved a Robert. Igen. Helybe vagyunk. Mi az, ami viseli a vezeték és keresztnevedet így egyszerre? Erre nem tudom a válasz, sajnos. Nagyon jó. Na ez a nem tudom, ez a nem tudható. Ebben hihetsz. Ennek Lát, a, a nem látott, hihetsz. Cses, a nem látott dolgokról való meggyőződés, az, az a hit az nem a mi dolgunk. A nem látott dolgokról való meggyőződés nem esik a hatáskörünkbe. Ennek a nem tudhatónak a tapasztalata, ez igen, az azért szép, mert valójában ez a nem tudható, ez az önvaló tapasztalatává válhat. Értem. Láthatja a szemed önmagát? Nem. Hallhatja a füled önmagát? Nem elgondolhatja az elméd az önvalódat? Talán igen. Talán nem. Talán nem. Próbáltak rávezetni az érzékszervi példával, de a gondolat az mindig teremtett. A teremtett nem tudja visszateremteni a teremtőt. Ez a filozófiai megfogalmazás, de egyébként módszertanilag is így van. Tehát amíg gondolkodsz, és a gondolatok útján szeretnéd megtalálni, addig csak teremtettet találsz, mert a gondolat az egy termék. Az önvalód viszont az alfa és az omega, hogy idézzük helyesen, ugye? És akkor ezt az önvalót tapasztalva a gondolatok forrását és enyészetét egyaránt meglátod ebben és csak is ebben tudunk hinni, mert ebben a tükörben, a tiszta térszerű önvaló tapasztalatában látszik az, hogy az kék és a fű zöld. Tehát a lényegből következik az igazság, és az igazságból a helyes cselekvés. Na most, ha a szenvedést tapasztalsz, akkor ebből a háromból valamelyik hiányzik. Vagy beszennyezett, vagy rosszul működik, vagy összecseréltük a lényeget az igazsággal, vagy az igazságot a cselekvéssel. Ezen hibák körül forgunk az elmúlt pár ezer éve, mint emberiség. Nézzük meg. Amikor az Isten képet összecseréljük az Isten élménnyel, akkor bizony vallásháborúk törnek ki. Amikor az abszolút értékűt összecseréljük a relatívval, akkor olyan dogmatika lesz, hogy belepusztulunk, egymás zárjuk a téves nézetek börtönébe. Nézd végig. Ezért kell, helyesen tapasztalnunk és a tapasztalásban hinni, nem pedig valami ideában. Oké? Okay? És a nem tudható itt nem információhiány, hanem a téves nézetektől való mentesség. Mm -hmm. És hogyha ebből a nem tudhatóból egy kritikus energiaküszöb fölött tapasztalat van, akkor megszűnik a hamis azonosulás. Ezt nyugaton katarzisnak hívják, vagy megtisztulásnak, keleten felébredésnek, másképp jutunk el hozzá nyugaton, mint keleten. Nem az eljutás módja az elsődleges, nem a megtartása. És csak akkor tudod megtartani, ha nem csak magadért csinálod. Előbb-utóbb a saját személyes motivációt kifogy. Kifogy, meg ki kell fogyni, mert nem egyedül vagy a világon. Ezért érdemes hinni abban, amit tapasztalunk. De ez a tapasztalás nem pusztán érzékszervi. Ez nyugaton, mint szemléletmód a mai napig idegen, hogy van valami tapasztalható, ami viszont nem fogható föl az érzékszervekkel. Erre egy úrunk, kérem szépen, nem pedig az ismeretlen dolgokban való előfeltevések erősítgetésében. Oké? Okay? Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Egy fél éve meditálok reggel este, mert elég nehéz élethelyzetem volt, vagy kerültem. Ennek folyamányaként egy pár héttel ezelőtt átértem egy olyan dolgot, amit nem tudom, hogy illúzió, vagy vagy tényleg élmény. Egy, az lenne a kérdésem, hogy a testen kívüliség ez átélhető-e? Mert ö, olyan ö, drasztikus volt, hogy ö, az, hogy ki vagyok, tehát nem tudom. Az, aki voltam előtte, most hirtelen nem értik, hogy ö, miért vagyok, hát hogy mondjam, egyszerűbb. Azt szeretném kérdezni, hogy ez illúzió lehetett, vagy ö, tényleg valami, nem illúzió, hanem tényleg tapasztalás. Nem tudom föltenni se a kérdést, csak. Azért szeretnék segíteni benne, hogy egy kicsit a csomót elkeverjük a palacsinta a Jó? Ha elmondod, mi a valóság, én elmondom, mi az illúzió. Nem, mint hogy most, vagy mi történt velem, vagy hogy most. Nem. Az elég jól látszik, hogy mi történt veled, mert még most is remegsz egy kicsit tőle. Igen, igen. És a félelemoldás az egy külön fokozat, de azt kérdezed, hogy illúzió-e. Na most, ha nem tudod, hogy mi a valóság, akkor én mondhatok neked bármit, nem tudsz kontrasztálni, nem tudsz megkülönböztetni. Tehát, szerinted mi a valóság? Az, hogy most itt vagyok. Gyönyörű is. Ez az egyetlen egy valóság, hogy ebben a pillanatban te itt és most ülsz a matracon, és kérdést teszel föl nekem. És minden más illúzió. Ennyi. Bármiféle tapasztalás, ami jön és megy, a keletkezik és megszűnik, az karma. Az most nem lényeges, hogy mire nyithat rá ajtót. Milyen tapasztalást hozhat még. De ha valami jön és megy, keletkezik és megszűnik, akkor az nem az, amit keresünk. Úgyhogy nyugodtan el lehet engedni, például egy ilyen élménynél, vagy egyébként bármilyen élménynél, a legfontosabb az, hogy te megint visszagyere a testedbe, és megint lássál tisztán, hajál tisztán, érzékelj tisztán, gondolkodj, érez, cselekedj és beszélj tisztán. Ha nem, akkor ezt ilyen darma balesetnek szoktuk hívni, hogy elkezdünk gyakorolni valamit, és egy élményhez hozzátapadunk, és a ragaszkodásunk, vagy azonosulásunk miatt azt hisszük, hogy ez egy abszolút értékű valami. Nem. Hozzátapadta légy a papírhoz. És mihelyt látod, hogy ez nem te vagy, azon nyomban a légy lejön a légy papírról, és szabadon szállhat megint tovább. Mahapari nirván a szutra. Így szól. Idézem a leglényegét. Tudatodat tisztán tartva a pillanatban enged, hogy az elméd bármit tapasztaljon a múlt jelen és jövő hármasságában. Ez az elég tág, nem? Tehát, hogyha ebben a pillanatban te szilárdan itt vagy, akkor a tapasztalat egyik porcikája sem lehet akadály. Miért? Mert nem azonosulsz vele, de százszerzelékig átéled. Félsz valamitől? Hát pánik rohamaim voltak. Hát az mert... eléggé komolyan átjön. Ezzel kéne foglalkozni, és nem is biztos, hogy csak a zennel, hanem mondjuk egy jó terápiával, ahol a terapeuta és a meditációs tanító mondjuk ismerik egymást, és meg is értik egymás nyelvét, és akkor ezek a tünetek így mennek is, mert ezek jöttek. Ha jöttek, akkor egy ideig maradnak, és hogyha jól kezeled őket, akkor mennek is. Igen, voltam már, és hál' Istennek. Most tulajdonképpen az izgalom beszél belőlem. A, a meditáció volt az, ami segített ezen. Most ezek után, az élmény után, amikor hirtelen ideges leszek, vagy amikor egyszerűen látom magamból, hogy hú, ideges vagyok, és így lecsihad. Ideges leszek, mert fölkapom a vizet, de így lecsihadok. És nem tudom, hogy ez most valamilyen fajta korábbi tanácsoknak az oka, vagy ez tényleg csak így jön, mert valami működik. És nem akarom azt, hogy erre ideológiát állítsak, hogy nem most hát akkor ne, is. ne is. vagyok. ne is. Ha ideológiát gyártasz rá, akkor megnehezíted a saját dolgodat, és a neked segítőkét is. Neked ebben a helyzetben a leborulás és mantra elsődleges, és hogyha ülsz, akkor az a kérdés belül minden lélegzet hogy mi a dolgom. És ez kihoz bármiféle ideológia vagy metarendszer gyártásából, Miért? Ne hibáztassuk magunkat végképp, se őt. A valóság hiányában az elme illúzióval igyekszik betömni a rést. Tehát nincs meg a teljes tapasztalás, nincs meg a teljes térkép, és akkor mit csinálsz? Elkezdesz rajzolni, meg festeni, hogy a realitást pótold illúzióval. Nem lehet. A zen nagyon jól megmutatja. Tehát nem eheted meg az étlapot, a térképen járva nem jutsz el a célhoz. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem gyártunk ideológiát, nem fogjuk a címkével összecserélni a befőttet. Gyakorolj még, érdemes egy kicsit az otthoni gyakorlást felváltani mondjuk csoportosra, mert akkor ez szerintem kevésbé fog előfordulni, maradjunk ennyiben, mert a sufni tuningból minden lesz, csak versenyautó nem. A keresztény istenkép mind elméletben, mint pedig a gyakorlatban, Ö, hogyan viszonyul a zenehez. igazából azt akarom megkérdezni, hogy nyilván te is találkoztál, vagy találkozol a kereszténységgel ilyen-olyan módon. Nem, emberekkel találkozom. Az istenkép nem viszonyul hozzánk. Emberek használnak föl különböző írásokat, hogy szűrjék a valóságot. Akkor egyúttal meg is adtad a választ. Köszönöm. További kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy ki az, aki ragaszkodik, és ki az, aki fél? Ki az, aki fölteszi a kérdést? Nem tudom. Akkor én sem. És ebben a nem tudomban nem a közös vakság hamis megnyugvása van, hanem az igazi önvalunk tapasztalata az, amitől a teljes egységet tudjuk tapasztalni. Ez nagyon fontos. Az információ hiányban néha kézen fogjuk egymást, és így boldog a naivitás. Te se tudod, én se tudom. Á, de jó. Nem. Amikor a gondolkodás előtti tudat, tapasztalatával ülsz együtt mondjuk három teljes hónapig 21 néhány ember, olyan mélyen megtapasztalod és megismered a másikat, anélkül, hogy akár hozzá is szólnál, hogy olyan erős tud lenni, mint a testvéri kapcsolat. Tehát nem tudjuk. És ez így rendben van. És ezt a nem tudhatót együtt tapasztaljuk. És ettől tudjuk aztán igazán jól látni egymást. Uram, bocsánat, elfogadni egymást, és segíteni egymást. Ez az, ami bennünk tényleg közös. A lélek összes darabja, az összes karma, a tested összes sejtje más, mint a másik emberé. De van valami, ami mindig tiszta marad, ami mentes élettől és haláltól, és hogyha tapasztaljuk a választ arra a kérdésre, hogy mi ez az egyszerű és tiszta, akkor tudunk a lények szintjén egyé válni. Ezt az egységet tényleg és emberi közösséget tapasztalni de ez nem szóba fogható, végképp nem megideologizálható, nem része egyetlen egy olyan rendszernek sem, amelyik ilyen tételes, dogmatikus valamit hirdet. Ezért mondta egy nagyszerű jogi, az egyetlen kivezető út befelé vezet. Ismerős gondolom. Az előbb arról beszéltél, hogy, hogy másokért tenni mindig, és hogy az merült fel bennem, hogy de hogy nem lesz az emberből áldozat, és hogy, hogy mi van azzal, hogy, hogy ugye sokan beszélnek a, az önszeretet elsődleges fontossággal, hogy amíg magamat nem szeretem, addig más nem. De hogyha lebontom magamat, akkor hogy leszek képes megszeretni azt a lebontott valamit? Vagy... Volt vagy... két előfeltevés a kérdésed, mert ezt ki kell venni ahhoz, hmm. hogy ne menjen fél. Az egyik a mindig. Nem mondtam, hogy mindig. A személyes problémák megoldása után, mert amíg nem tetted az oxigénmaszkot a saját szádra, addig nem tudsz másokon segíteni, és megfulladsz. Tehát nem mindig. Amikor cselekszel, nézd meg, hogy éppen mire van szükség. Neked kell az oxigénmaszk, vagy másnak kell az oxigénmaszk. Ha van elég, akkor egyszerre tedd föl magadra és másra egyaránt. Tehát az, hogy magad és más ugyanolyan fontos, az már bőven elég. Tehát, hogy nem vagy önközpontú, és nem mindig te vagy a legfontosabb, hanem a magad és a másik egyenlő mértékben fontos. Ez fogja szabályozni, hogy éppen most mennyi energiát fordítasz kifelé vagy befelé. A másik a lebontott. Nem lebontott, kitisztított. Tehát te nem a folyamatos dezintegráció állapotában vagy, mert te buddhista gyakorlatot folytatsz, ez egy nagyon-nagyon divatos tévképzet, hanem meglátod az énség épített, teremtett voltát. És ha ezt meglátod, akkor vagy ura a karmádnak, onnan érzed ezt, hogy minden belül relatív relatív tapasztalat, és nem pedig ilyen abszolút bekötött azonosulás, hogy én ez és csak is ez lehetek. Tehát minden egyes karmád relatív. Minden egyes karmádat tett teremted, tartod fönt, vagy éppen semmisíted meg. Az e fölötti látás és szándék, ez az igazán emberi. Most innentől kezdve nem áldozatok vagy elkövetők vagyunk, hanem együttműködő emberek, akik néha adnak, néha kapnak, és nem helyes, hogyha elkövetővé vagy áldozattá válunk. Ez a két szélsőség az emberek közti harmonikus együttműködés teljes destabilizációja. És ezért kell a középúton maradnunk, hogy adhassunk és kaphassunk, de ne legyünk elkövetők vagy áldozatok. Olyan, mint hogyha, mintha hogyha, ja, a szabadságtól félnénk, vagy attól, hogy, hogy megéljük ezt a teremtőségünket. Oh, hát nem csak a szabadságtól félünk. És hogy akkor jönnek oh, ezek mindentől. a ragaszkodások. Persze hogy legyek valaki, mert akkor abban a ketrecben azt hiszem, hogy én ott vagyok valaki. És iszonyú jó hangja van, amikor rázom a rácsot. Tehát mm. azért szeretem a ketrecet, mert messzire hangzik az, amikor rázom a rácsot. Ha éltél eleget és gyakoroltunk eleget, akkor rájövünk, hogy a szabadságtól azért félünk, mert titkon érezzük, hogy a felelősség ott van az érem túloldalán. Azzal, hogy te egy szabadságfokot elérsz, nagyobb felelősséget is válasz. Nézd meg. Nem borzasztó az, vagy ilyen groteszk probléma, hogy minden ember valamilyen szinten szeretetre, elfogadásra, intimitásra vágyik, de amikor intim közelségbe kerül egy másik ember, akkor azt nem tudja elviselni. Állandóan valami hibát talál benne. És nem tudja az intimitást sem igazából megteremteni és fenntartani, mert a gondolatait és az érzelmeit, a beszédét és a cselekedetét nem tudja a pillanatban egyben tartani. Hát milyen dolog az, amikor valakit megölelsz, de közben te a 30 ezer kilométerre lévő abstrakciódra gondolsz. Mondasz valamit, de az érzelmeid az, hogy 30 ezer kilométer távolságban vannak tőle. Ha megtanulnánk azt, hogy úgy tudok valakivel ténylegesen, minőségi módon együtt lenni, hogy a beszédem, a cselekedetem, a gondolatom és az érzelmem mind ráirányul, mind a négy nagy csatorna egy adást közvetít, akkor már kezdenénk úgy pedzegetni, hogy itt miről van szó. Most gondold el, hogy hány kapcsolat csak vágyalapon keletkezik, és utána taszításban szétesik darabokra, mert nem tudtunk valami magasat megfogalmazni, nem tudtunk valami magasabbat megélni, mint a duális vágyunk és dühünk. Vonzásunk és taszításunk. Pedig azért kéne valami, ami stabilizálja ezt a két minőséget. Érted? ilyen eldobható emberi kapcsolatok leszünk. És az borzasztó. Egyéb kérdés? Egy, egy kicsit ide a karma körül járta a gondolatom, és igyekszem úgy vagy röviden összetartani, vagy megfogalmazni, mert elég nehéz. Létezik-e az, hogy a, az édesanyám megoldatlan prób nehézsége, hogy ezt megkaphatom-e én, mint csomag? Ugyanis, hát az én életem sem. És nagyon sokszor mondja, hogy, hogy nagyon sok minden úgy történik velem, ahogy vele, hogy az ő életét élem. Kell nekem ezzel foglalkoznom? Ó, nagyon. Nagyon? Nagyon, mert szerintem anyunak igaza van. Egy, de nem a teljes igazságot mondja, mert szegényként mitől látna a teljes igazságot? Téged lát, téged szeretne segíteni, és látja a karmának azt a részét, ami már őt is zavarja, nem csak téged. Viszont van egy mélyebb kérdés, amely ezt kicsit körülöleli. Miért születtél abba a családba, ahhoz az anyukához, akihez? Tehát mindenki hoz magával egy hatalmas hátizsáknyi karmát. Azt csak ott tudod letenni, ahol neked dolgod van. Ezért szoktam mondani, nem a szomszédba születtél, a szüleidhez születtél. Nem véletlenül születtél abba az országba, beszéled azt az anyanyelvet, ez mind korábbi karma eredménye, és mindenki viszi a saját izsákját. Miért születtél ide? És hogyha ezt belül látod, akkor egyrészt már meg tudod különböztetni magadat a szülői karmától, másrészt pedig hálás leszel a szüleidnek, a kettő együtt jár. Akkor tudsz csak hálás lenni a szüleidnek, ha nem függsz tőlük, és nem érzed azt, hogy ők determinálnak téged, illetve, hogyha megszűnik az azonosulás a családi karmával, akkor leszel igazán jó családtag, és akkor tudsz hálás lenni a szüleidnek. És el lehet indulni bármelyik oldalról, de szükség van az élményre, különben ilyen kis koravén marionett figuraként az ember ott a család elvárásait próbálja meg kitáncolni, és az Istennek nem megy. Nem megy. Ez sose leszel olyan, mint hogy a szüleid szeretnék. És nem ismerjük önmagunkat, tehát járjuk a haláltáncot, mert mindig a semmibe mennek az illúziók és az elvárásokat, soha nem lehet kielégíteni. Innentől kezdve az a dolgunk, hogy a karma négy nagy osztályát megtisztítsuk, egyéni, páros, Családi, csoportos. Mindenkinek van ilyen. Az alapismérve az, hogy önállóan egyik karmaosztály sem képes önmaga megtisztítására. Ki kell belőlük lépni ahhoz, hogy egy másik nézőpontból rálás és elkezd dolgozni ezen. Tehát tipikus probléma. Párkapcsolat gyerek még nincs, ugye? Tehát még nem családi, és az egyéni karmák már feloldódtak szerelem nagyon sok olvasztó erővel bír, és innentől kezdve a párkapcsolat elkezd izzani. De valami gubancka van. És egyénben már nem akar, hát miért szakítsak vele? Hát azért csak szerettem meg, hát belefecszöttünk vagy öt évet, vagy tizet, vagy tizenötöt, és akkor, akkor miért? És akkor mi kell? Akkor egy normális csoport kell, ahol te mondjuk rálátsz a páros karmádra nem mindig jó az, hogyha egyénileg malmozol és csak gondolkodsz meg a saját nézőpontjaidat igyekszel érvényesíteni. Kell egy olyan csoport, ahol az egész működés a párkapcsolat minőségére rálátást biztosít. Több szem lát. És nagyon erős a tapasztalás. Tehát olyan mértékben tudja a jó csoport, a helyes darma tisztítani a párkapcsolatot, a családi karmát, amikor gyerekes jönnek ide, és beszéljük meg, és akkor mondom, hogy hozzá be a gyereket a darmaterembe, nyugodtan énekeljünk együtt, nézze meg, mi történik. Ha kisded, akkor a kis vagy, gyorsan itt mindent főtöröl, mászkál, ugye, és megnyugszik általában anyuka vagy apukkal közvetlen közelségében. Kedvencem az, amikor leülünk meditálni, egy gyerek már főtörölte háromszor a padlót, tehát aznak már takarítani nem kell, és akkor anyukának az ölébe belekúszik, és ott a 30 perc hátralévő részében el van. És mire így a gyakorlásnak vége, addigra a problémáknak a nagy része el is csitult, mert kiderült, hogy az úgy csak itt van. És mihelyt ez az elme megnyugszik, és megszűnik termelni ezt a problématömeget, az úgy egyébként azon kívül nincs. És ez nagyon fontos. Az egyén, akármennyire is az építőköve a másik három karmaosztálynak, egyszerűen nem tudja önmagát önerőből megjavítani, megtisztítani. A legnagyobbaknak is voltak tanítóik. A legnagyobbaknak, buthátok kezdve, Jézusig, mindenkinek voltak szellemi elődjeik, húsvér tanítóik, és így tanítványaik is. Ez a leszármazási lánc, ez a családnál vér szerinti, a csoportnál pedig hagyomány szerint valamilyen konvenció diktálja ezt. De nem lehet a karmát csak saját szemszögből megjavítani. Ezért kell rálátni. Ezért van szerepe mind a négynek az életünkben, ha jól csináljuk. Nyilván ebbe tud segíteni mondjuk az elvonulás, otthoni gyakorlatok. Bizony És így van, leg... ahogy mondod. Még egy rövidet, csak hogy adjam a többieknek is a szót hogy uh, amit látok az anyukámban vagy apukámban, hogy uh, nem jól csinált, azt tehát tükörként látja az ember. Igazából ez a nehézségem, hogy nem tudom olykor eldönteni, hogy uh, igen, nincs jó vagy rossz, de hogy, de hogy én hogy tudom megoldani az, hogy Jó vagy rossz, el. a helyzettől elvontan nincs, de az adott helyzetben mm -hmm. mindig van jó, és azt mm -hmm. ezt nem győzöm hangsúlyozni. Mm -hmm. Absztrakcióként jó és rossz abszolút értelemben nincs, de relatíve helyértékűen mindig van. Tehát most itt, ha jól látom a szempillantásokat, szinte mindenki jól érzi magát. Így van. Ha fölmenne a hőmérséklet 40 fokra, már nem éreznék jól magunkat, mínusz 10 nél sem. Nagyon világos, hogy ami veszélyezteti az életünket, azt rossznak gondoljuk. Ami kiteljesíti az életünket, jónak gondoljuk az ember az egy boldogságkereső és szenvedés kerülő lény, ami támogatja a teremtő, megtartó és túlélő ösztöneimet, azt én jónak mondom, és mindenki jónak mondja. Mindenki. Kapta eleget enni, jó napod van. Szükséget szenvedek, rossz napon van. Segítettem másnak, jó napon van. Mástól kaptam segítséget, szintén jó napon van. Ártottam, ártottak nekem, rossz napon van. Tehát helyi értékben mindig létezik jó vagy rossz, mert az adott karma vagy támogatja ezt az ösztöncsoportot, amiről beszélek, vagy sem. De abszolút elvont, urambocsá, ideológiailag meghatározott absztrakcióként nem létezik. Ezért nem épít a zen rendszert, hogy nehogy elembertelenedjen. Jó. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudnám a mindennapokban, akár otthon, tehát nem itt a darmaterembe, vagy egy közösségbe az intuitív képességemet fejleszteni. Kóan praxissal. Ez az közösség. A párkapcsolatban pedig úgy, hogy miben segíthetek. Köszönöm. Szívesen. Szuném előbb beszéltetek itt a valóságról és az illúzióról, hogy melyik micsoda, és nekem egy olyan kérdésem lenne ehhez, hogy és hogyha amit ti valóságnak hívtak, hogy mi most itt vagyunk és beszélgetünk egymással, hát jó, az most az egész, ez mondjuk egy szimuláció, akkor ez nem lehetséges? De akkor a kérdésed is egy szimuláció. Uh -huh. Értem. Vagyis okay. hát nem értem. Szóval örülj neki, mert hogyha nem érted, akkor a szimuláció abba marad. Ha érted, akkor tovább folytatódik. Oké, okay, Szívesen. Van-e olyan karma, amire nem vagyunk tudatosak, de dolgozik tudatalat? Hát, nagy része ez. Jó. De 90 a kb. ami nem tudatos. Akkor Néha tovább a kérdésemet, hogy az ember nem tudatos önmagára, akkor sorsa van? Igen. A nem tudatosságának, nem látásának a mértékében van sorsa. Uh -huh. És tegyük fel, egy zen gyakorló valamilyen szinten keresi a valamit. Vagy a. Vagy semmit. az akármit. Vagy, a, vagy semmit. a semmit. Mind a kettő hiba. Igen. Ha valamit keres, az is hiba, igen. ha semmit keres, az is hiba. Ezek után gyertek vissza gyakorolni. igen? Ugye keresi a valamit, meg a semmit? Nem, egyiket sem akármit. keresi, mert hallottam, amit mondtam. Igen, igen, egyiket igen. sem keresi, igen. Igen, igen. De közben ugye dolgozik a karmája? Hát csak az dolgozik, hát nézz körül. Csak Én értem, dolgozik. csak... Hogy fogalmazzam meg ezt tényleg? Mindjárt kitalálom. Jó Nem muszáj. Tehát ebben a csendben volt karma? Nem. Akkor megérkeztél a válaszhoz. Köszönöm. Szívesen. Gyakorlati kérdés, hogy meditáció közben megjelenő testi fájdalmakkal mi a helyes... Örülünk nekik. Örülünk nekik, mert nem lelki fájdalmak. Hát hogyha csak a testet fáj meditáció alatt, akkor annyira haladó vagy, hogy az valami hihetetlen, nem, fantasztikus. Nem csak a testem, de hogy a Hanem, testem éppen hogy elveszi a figyelmet azzal, hogy elkezd fájni. Nem, visszahozza a figyelmet. Nem tudsz nem figyelni rá, mert fáj. Hát hogy a viharban-e? Ha az örömhoz vissza a pillanatba, az a tanítód, ha a fájdalom, akkor az a tanítód. Ez fájt mi? Nem, csak nem értem. Te csak így van. Tehát a lélek fájdalma, tudod, mert amikor érzed, hogy rossz úton jársz, amikor érzed, hogy nem megfelelő irányba megy az életed, amikor érzed, hogy tehetetlen vagy, hogy a sors erői cibálnak, holott csak neked kéne kinyitnod a szemedet ez a lélek fájdalma, ezt itt nyugaton úgy mondják, hogy a kárhozat érzete, vagy a lélek sötét éjszakája. Akármennyire is dantei a hasonlat, vagy lehet még drámaibb, a felébredés az egyetlen út. Sokféle stílusa és formája van, rengeteg megfogalmazásban lehet ezt én megérteni, de gyakorlás valójában csak egy van. És ez az egy, ez hagyományfüggetlen, nyelvfüggetlen, kultúra független, de neked kell megtalálnod. A lélek fájdalma sokkal nagyobb. Van bennünk valami, ami az örök létre vágyik, de tudja, hogy meg fog halni. Ami érzi a tökéletesség szelét a kis arcán, de tudja, hogy tökéletlen. Érzi a szabadságnak a, a kényszerítő hajtó erejét, de tudja, hogy csak kötöttségeket talál a testi létben. Na ez a fájdalom. És ez nem abstrakció, ez annyira tud kínozni, hogy semminek nincs értelme, semmit nem akarsz. És mindaddig, amíg nem tanulsz meg szeretni valakit, addig ez nem fog oldódni. De az, hogy tényleg szerethess valakit, az föl kell ébredni. Föl kell ébredni, hogy mondjuk nem te vagy a legfontosabb. És hogyha a másiknak fáj, akkor neked is fáj. Ha te megoldottad, akkor a másikat is segítetted a megoldás felé. A lélek fájdalma nagyobb. A testi jogázol egy kicsit elmúlik. Mit jelent szeretni? Pár Párkapcsolat ittünk melletted, ugye? Igen. Hát akkor tőle kéne megkérdezni. Na? De nem, ez szóval, most komolyan kérdezem. Tehát, hogy annyit beszélünk erről, hogy szeretni, és hogy. hogy... Nem biztos, hogy komolyan kérdezed, akkor lehet, hogy ő egy komoly választ fog adni rá. Mi az, ami hiányzik? Hát az a bizonyosság, hogy, hogy a szeretet az, az elége. Tedd le a mikrofont. Adj neki egy ölelést. Itt a bizonyosság. Szerintem tudja, hogy mit jelent szeretni, ettől függetlenül, hogy megölelt. Csak most így a tudatában, a felszínen nem tudja, de valójában szerintem tudja. Üm anyanyelvi mantra. Van-e értelme? Van. Miért nem magyarul mantrázol te? Miért nem magyar a, a nyelvi mantrát mondasz, és nem provokatív akar lenni a kérdés? Tudom, nem is az. Hány száz évig miséztek latinul ebben az országban? Sokáig. Szerintem mi is valami hasonlót fogunk végrehajtani. Mindaddig, amíg nem születik egy olyan kultúra, amelyik ténylegesen, szervesen át tudja élni ugyanazokat a tartalmakat anyanyelven. Tehát azt, hogy csak lefordítom, az nem elég. Annak szervülni kell, azt át kell tudni élni. Tehát énekeljük a szívszútrát magyarul is. Ha vannak külföldiek, angolul is, de koreaiul mindig. Miért? Mert már 1700 éve éneklik. Tehát van egy ilyen, hogy ugye mennyi energiát teszel valamibe. Ha te húsz évig gyalulsz, akkor egy asztalos mester vagy. Ha 20 percig gyalulsz, akkor egy érdeklődő. De a gyalú az gyalú, és a kezedbe vetted, és pillanatokat megtanulod a részeit, hogy kell élezni, hogy kell pengét cserélni. Nagyon egyszerű dolog. De nagyon sokáig kell gyakorolni vele, hogy a mesterévé válj. És éppen ezért ezek a mantrák, amiket éneklünk, ezekben több száz, esetleg több ezer évnyi energia van, mert Valahol mindig szól, valahol mindig éneklik. És ez alapvetően nem nyelvfüggő, tehát nem a megfogalmazás függvény, csak az, hogy legyen mondjuk itt ebben az országban is egy olyan generáció, aki mondjuk húsz évig énekelt egy mantrát, mielőtt lefordította volna. Körülbelül így. Vagy 30. És akkor lehetségesnek láttam, hogy ez a fordítás nem csak akadémikusan korrekt, vagy prozódiailag, tehát énekelhető, hanem valami egyéb is van benne, tehát pont a lényeg van benne mert a lényeg itt nem a forma vagy a hangzás. Az is kell hozzá, hogy ne legyen sületlenség, ne legyen furcsasság, meg egyebek, de hát ezek az alapok. És amikor eljön az ideje, akkor szerintem megjelenik az anyanyelvi mantra is. Nyugodtan tessék megnézni a Youtube-on a Takumi nevezetű filmet, három olyan ember tartalmaz, aki 60 ezer órát tett egy mesterségbe. A 60 ezer óra az nagyon sok. És 60 ezer munkaóra nem pedig azt, hogy nézem a YouTube-ot. 60 ezer munkaóra, az Ez egyik, egy templomépítő, azért küldték el nekem a filmet. És gyalúval dolgozik, onnan jön a hasonlat. Egy ilyen japán bácsi, olyan, mint egy szent lenne, és szerintem az is. Tehát aki 20 éven keresztül, egyébként már több van a kis tantienje alatt, de 20 éven keresztül csak gyalult. Azért gondold el, napi 8-10 órát csak gyalul, heti hat nap. Aztán most, és mi mindent föloldott a véleménykezelésében, hogy ő ezt szereti, vagy nem szereti. Annyira egy év a gyaló, és ott azt meghúzza, pördül a forgács, és kicsordul a könnyes szemedből olyan a mozdulat. Ilyet tud valaki, aki totálisan egy év vált azzal, amit csinál. De aztán van egy ilyen művésznéni, meg egy éttermes bácsi, és az éttermes bácsi, a fenyőerdő közepén egy darab éttermet üzemeltet, úgyhogy egyszerre két család tudott ebédelni, és minden nap kimegy a sok-sok hektár erdőbe, és frissen összeszedi a hozzávalót az aznapi ebédhez. Étlap nincs, választás nincs, bemész, és a horrorisztikus ötcsillagos ár háromszorosáért megebédelsz ott, és leborulsz hálával, és hazamész. Valaki húsz évig azt csinálta, hogy az erdőben minden reggel összeszedte a frisset, azért van több hektár erdeje, hogy legyen mindig friss. Neked. Japánban. Gondoljuk át. Tehát azért van minőség, is. hogyha valaki kívül ilyen minőséget el tud érni, mi az a minőség, amit belül el tudsz érni? Azt szeretném kérdezni, szintén gyakorlati kérdés, hogy... A figyelmet az alsó tantiára kell helyezni. Én ezt kicsit olyan koncentrációsnak érzem meg. Én is. Ez uh, egy, egy koncentráció. Igen, dolog, ez de hogyha van. a figyelmemet kifőjebb hozom ide mellkasra, akkor sokkal gyorsabban kiürül a fejem, és akkor már nincsenek gondolatok úgy, mint hogyha itt meg itt még, még koncentrálnom kell. Tehát itt meg, itt meg nincs. Tehát, hogy. De érzelmek azok vannak. És az nem rossz, uh -huh. csak hogyha értsük, a taoizmusban három tantient különböztetnek meg. Az alsó az a köldök a középső az a hasnyálmirigy, a felső az a szíved. Hát ez a kínai rendszer. Az indéjban van ötös, hetes, uram, bocsán, még kilences is, de hogyha a beszélünk, az szó szerint energia kert, energia középpont. A köldök csakrában éred el azt, és nem gyorsan, és esetleg nem könnyen, hogy az energiád és a tudatosságod differenciálatlan állapotban van itt. Tehát nem kettősség állapotában. Ez nagyon fontos, mert akkor, ha az energiád a nem kettősség állapotában van, akkor a tudatod is egy. Az egy tudat az, amit nagyon keresünk. Ha ide fölhozod, akár hasnyálmirigy, akár szívtájékra, akkor ott keletkezés és megszűnés van. Nem is kevés. Tehát az, hogy az érzelmek erősebbek, mint a gondolatok, ezt mindenki tudja. De ha sokáig tartod itt fönt az energiádat, igaz, hogy a gondolataid elmennek, de az érzelmeid előbb-utóbb, mint a vihar így kitörnek. Türelmesebb dolog itt ez az alsó tantien, tehát a köldökcsakra. De nem véletlenül fókuszál a mahamudra oda. Nem csak itt a tibetiben is, csak itt esetlen. esetleg. Akkor itt igazából a zenben mindig az alsó tantienen van a fókusz, nem haladunk sehova se, csak alul maradunk. Nem. Itt vagyunk szépen, mozdulatlan tudat, amely előbb-utóbb olyan tiszta lesz, mint a tér és mint a tükör. A karma az mozogjon nyugodtan, a tudat nem. Ha mozdul, akkor olyan lesz, mint a tükör, ami elkezd hullámzani. Képzelj egy tavat, hogyha hullámzik a tó felszíne, nem mutatja híven azt, ami fölötte van. Ezért nem mozdul. Ehhez még azért annyit a hűség kedvéért, hogy az a paradoxon megvalósul, hogy nem mozduló tudattal te itt ülsz, és a tantjelen van a fókusz, de a mikrokozmikus energiakör az így lassan áramoltatja a csit. De úgy, hogy te ezt akarattal nem csinálod. Tehát a mellékhatása a mozdulatlan ülésnek, mozdulatlan energiának, tiszta tudatnak az, hogy a csí vagy prána, ahogy nézzük, a test elején lefelé áramlik, és a hátán föl. Ezt figyel... Ez az a spontán energiamozgás, ami megvalósul, de ez nem akaratlagos. Megköszönöm mindenkinek a jelenlétét a mai egynapos zenén, a kitűnő kérdéseiteket. Remélem, hogy a mai nap inspirációt jelentett a gyakorlásra, és viszont látunk titeket, illetve otthon is, vagy kis csoportban is értelmét látjátok annak, hogy gyakoroljatok, érjünk el egy tisztább tudatosságot, és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm szépen a figyelmet!